Tehát, hogy el sem hiszem, hogy ez megtörtént, és nekem ez a díj, ez egy nagyon jó visszaigazolás. Arról, hogy az az út, amin elindultam mondjuk 14 éves koromban, az egy jó út, és érti az én gondolataimat a közönség, érzi azt, amit én át szeretnék adni egy-egy dallal, egy-egy koncerten, és hát csak hálás tudok lenni a Glamour olvasóinak, a Glamour magazinnak, és azoknak az inspiráló hölgyeknek, akik itt vannak a mai estén, mert megtisztelő közöttük itt lenni. De hát az az érzés, hogy a szüleim ott ülnek az első sorban, látom a csillogó szemeiket, érzem, hogy a nagymamám is milyen büszke lenne most rám, utána a barátaim oda szaladnak hozzám, és együtt őrjöngünk, és nem hisszük el. Tehát annak ellenére, hogy ez egy egyszemélyes díj, vagyis én kaptam meg, én vettem át, ez egy nagyon komoly család és csapatmunka. És igen, apukám volt az, de egyébként anyukám is, ők már 9 éves koromban vittek a Sziget Fesztiválra, Bolt Fesztiválra, színház, úgyhogy az ő zenei ízlésükön szocializálódtam, és apukám volt az, aki elvitt az első énekversenyemre, aki bátorított, úgyhogy csak hálával tartozom neki. Bevallom őszintén, hogy azon kívül, hogy rettentően meglepődtem, egy ilyen hatalmas nagy boldogság, a hormon, ami a boldogság, és nem tudom megfogalmazni igazából, nem találok rá szavakat, hogy mi az az érzés, amikor abban a pillanatban, amikor meghallottam a nevem, én azt éreztem, és akkor, amikor így sétáltam fel a színpadra, akkor így elkezdtem mantrázni, hogy én mennyi mindent köszönhetek az elmúlt 4 évnek, a kolléganőimnek. Hogy fogom én ezt pár mondatban összefoglalni, úgyhogy azért is volt egy kicsit esetlen a szöveg, mert tényleg nem számítottam erre a díjra. Nagyon fontos, hogy az én munkám nagyon inspiráló, ugyanis nap mint nap élő, valós emberekkel találkozunk. Az én termékeim nem polcra levehető termékek. Nekünk nem vásárlóink vannak, nekünk vendégeink vannak, névvel, történettel. És ezt végigvinni, úgy megélni azt, hogy ők átlépik a határokat. Ők eldöntötték, hogy több mint 5 kiló vagy 50 kiló, de a célt el tudjuk együtt érni. És ez a sok pozitív visszajelzés, az a sok életút, amit én végig kísérek egy kicsit, az rettentő inspiráló, és ez segít nekem a nehezebb vagy rosszabb napokon. És amikor én elkezdtem ezt az egész vállalkozást, akkor egy kérdőjel volt mindenki arcán, hogy mit akar ez a modell? Csinos, aranyos, de mégis női vállalkozó szeretne lenni, vagy az üzleti világban szeretne bármit is csinálni. Úgyhogy ezt a bélyeget megkaptam a kezdeteknél, és most már azt mondhatom, hogy igenis helytállok, mint üzletasszony, és az üzleti világban, a magyar vállalkozók között elkezdtek ismerni.